Egy 610 oldalas gyűjtemény foglalja össze a dombovári és környékbeli egykor és ma élő iparosok egyedi munkáit, elérhetőségeit. A Gelencsér Gyula mérnök helytörténész szerkesztette a tanulmány, mintegy fele fotók és különféle dokumentumok segítségével ismerteti meg az olvasót ezzel a különleges világgal. 1890-ben alakult, nyilván Dombováron. Az első alapszabály az 1894-ben készült, és akkor már 500 taggal rendelkezett az ipartestület, akik tulajdonképpen a Dombovár és környéke faluból és egyéb településekről összeszedett iparosoknak volt az egyesülete. Az első elnök az tulajdonképpen Sell János volt, későbbiekben aztán Tigel Tamás, Lehőc Péter, Goldstein Bernát, Tamás Imre, ők alapították tulajdonképpen a Dombovári ipartestületet. Későbbiekben háború után, vagy háború előtt az Ivanics Antal, a villanytelep tulajdonosa volt az elnök, és Enczer István, asztalos mester, Szabó János, Szabó mester. Ez az ipartestület 100. évfordulójára megjelentettünk egy könyvet, amit Gerencsér Gyula szerkesztésében és az ipartestület támogatásával jelentettünk meg. 610 oldalas kiadványom összefoglalja a Dombovár és környékén dolgozó iparosoknak nagy többségét, és ezt ünnepélyes keretek között adták át a Helytörténeti Múzeumnál. Az ipartestület tagja Kis László családi vállalkozása is, akik már 28 éve foglalkoznak a nyár kedvelt medőjének a készítésével. Fő tevékenységünk a sörfőzés, és a mellette van még a vendéglátás. 28 évvel ezelőtt vásároltunk egy technológiát a sörfőzdével, és eleinte világos söröket készítettünk, barna söröket, és a trendet követve gyümölcsös és fűszeres söröket is főzünk most már. Rengeteg versenyen megmérettettük söreinket, ahol elég jó eredményeket értünk el. Rendezvényekre jártunk az országba, több rendezvényen részt vettünk, megpróbáltuk egy kicsit Dombovát is, hírnevét is javítani, jobbítani, mivel hát hála Istennek jó minőségűnek mondják a söreinket és szeretik. A söreink az főleg alsóerjesztésű a technológiánk, tehát alsóerjesztésű söröket főzünk, úgynevezett láger söröket. A világos az pilzeni típusú, a barna sörünk is inkább keserű, mint édes. Ezen kívül még 25 féle sört készítünk, de nem mindegyik van mindig, hogyha elfogy, akkor időszakosan hiány van belőle. Mint számos más iparosnak, kiséknek is az okoz dilemmát, hogy jól menő és a környéken egyedülálló vállalkozásokat meddig tudják üzemeltetni, és ki lesz, aki átveszi majd a stafétabotot. De az az igazság, hogy az idő az elmegy fölöttünk, most jelen pillanatban az a legnagyobb gondunk, hogy hogyan tovább, hogy ki legyen az, aki majd esetleg viszi tovább, mert elértünk valamit, amit jó lenne, ha valaki folytatná, de még nem tudjuk, hogy ki fogja folytatni. Tehát most egy ilyen dilemmában vagyunk, egy pár évig ez el fog tartani. A sörkészítőket sem kimélték az idők során kialakult gazdasági változások. A dombovári sörfőzde viszont állta a sarat. A sörfőzdék számára az első nagy boom az 93-ban volt. Hát nagyon sok sörfőzde volt országosan, de ugye jött a jövedéki törvény és a múltik, így nagyon sok sörfőzde bezárt a kapuit. Volt olyan időszak, amikor Dél-Dunántúlon 2 sörfőzde volt. Dombováron volt, Sásdon volt, Magyar Széken volt, nagyon sok volt a környéken is, de sajnos nem tudtak életben maradni. Nekünk talán az volt a szerencsénk, hogy családi vállalkozásként csináltuk, és így nagyobb volt a teherbírásunk. Aztán a sörfőzdék számára most van a második nagy boom, most egyre több sörfőzde nyílik országosan, de hogy majd melyik lesz életképes, azt majd az élet fogja elhozni. Hát sajnos a mai világban már másképp működik az ipartestület, mint 1890-ben, mert a tagság már ugye nem kötelező, és az állami támogatást, vagy bármilyen támogatástban mi nem részesedünk, amiből élünk, az pedig az ingatlanjaink kiadásából, bérletéből származó bevétel, más is a tagdíj, de hát az minimális, elenyésző. És a tagságnak sajnos kiöregszik a nagy része.
Azt el kell fogadnunk, hogy már nem 1890-et írunk, az iparosok élete sem olyan már, mint régen, viszont emlékezzünk nagyjainkra, akik értéket hoztak létre, és becsüljük meg azokat a mesterembereket, akik a mai világban is képesek fenntartani egy tradíciót, vagy innovatív ötleteiket képesek kemény munka árán megvalósítani.